A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Szent Ágoston gondolatával adta át a majosiaknak a felújított katolikus templomot. Arról is szólt, ez a felújítás az összefogás és a hit ünnepe, melyben az országos, a helyi politika és az itt élő civilek közös akarata érvényesült. Arról is beszélt, a kormányzat 2010 óta kiemelten kezelte a Kárpát-medencében a közösségi és egyházi épületek építésének és korszerűsítésének ügyét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy erős közösségeket építsünk itt Magyarországon a Kárpát-medencében, mindenütt, ahol magyarok élnek. Ez is ezt a célt szolgálja. Az elmúlt időszakban 2010 óta körülbelül 3000 új templomot, felújított templomot, egyházi közösségi teret tudtunk átadni Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Filóni Ferenc Ivolya polgármester azt mondta, az itt élők számára ez a hely nem csak a hitélet megélésének helyszíne lesz. Nem csak templomként fog ezentúl funkcionálni, hanem egy közösség helyszíne is lesz, és én bízom abban, hogy az az erős identitás, ami a majosiban van, még tovább tud erősödni azáltal, hogy lesz egy olyan méltó helyszín, ahol ők összejöhetnek és találkozhatnak. Szerintem ez a legfontosabb. Az Atyának, a Fiúnak, a Szent Léleknek áldása szálljon le rá, maradjon rajta mindörökké. Felföldi László megyés püspök mondott áldást és szentelte újjá a majosiak templomát. Az egyházi vezető arról is beszélt, a közösségek újjáépítése most közös feladat. Nagyon boldog vagyok, hogy itt tényleg a templom, a közösségi ház, az itt élőknek a közösségi tere együtt lesz, találkozik, mert így fognak valójában erősödni és egymást segíteni. A majosiak templomának építése 2 esztendőt vett igénybe, és 100 millió forintos költségvetésből valósult meg, melyet a miniszterelnökség külön keretből biztosított.